Az erdélyi emberek morális szintje szerintem nagyon jó. Csak meg vagyunk vezetve. Felesleges dolgokkal foglalkozunk, nem azzal, amivel kéne. És eltelik az idő, egyszerűen kicsúszik a kezünkből az idő. Most engem azért neveznek rohadik liberális baloldalinak, pedig nem vagyok az, mert rávilágítok, szerintem, én úgy érzem, hogy rávilágítok ezekre a kamu nemzeti tevékenységekre. Tehát olyan jól el van, hogy rittyentünk egy nem tudom milyen támogatásból táncházat, és akkor ezzel lezártuk a magyarságunkat. Elmegyünk, ott kisöröztük magunkat, hülyére részegre itták magukat, táncoltak egész éjjel. A reggel az, ment mindegyik a multiba dolgozni, ide-oda, amoda. Senkinek eszébe nem jutna, hogy gazdálkodjon, hogy csinálják. Tehát ezzel lesütik. Lesütik az energiát, amivel esetleg lehetne konkrétan valamit építeni. És akkor ma már senki nem csinál semmit, hogyha nincs támogatva. Rögtön az a kérdés, van támogatás? Nem. Pá. Tehát nem is figyelnek oda. Kész. Mi, ami nincs támogatva, akkor ez egy privát valami. Tehát, hogy nincs semmi, mi van a háta mögött? Semmi nincs a háta mögött. Csak az ember. Hát az nem elég. A fiam is kérdezte egy nap, hogy mi kéne neked a rádióhoz, hogy beinduljon. Azt mondtam, egyszerűen csak az, hogy komolyan vegyenek. Semmi más. De mi olyan nehéz, ember? Fogod a telefonodat, felmondod egy versedet, ember. Felmondod háromszor. Elküldöd, én bekeverem. Van egy pár ismerősöm a Fészen, termelők. Nagyon szépeket írnak arról, amit ők csinálnak. A képekben úgy ítélem meg, nagyon jó sajtokat csinál. Jókat ír. Na, szeretném megkeresni őt is. Mondd fel, ember, mondd fel egy pár dolgodat, és felveszem, átküldöd, kikeverem, feltesszük a rádióra. És így tovább, így tovább. És akkor, ha már van 10 ilyen mondjuk a rádióban, akkor azt mondják, hogy hána oda. Ugye, tehát nem hova, oda. Én amikor ezelőtt 30 évvel elmentem Budapestre az IKEA-hoz, amikor ott is alakult egy IKEA, elvitt egy haverom, és én ledöbbentem, én akkor jöttem rá, hogy ez mennyire koncentrált marketing van benne, mindent, abszolút mindent felülelt. Tehát attól kezdve, hogy nyilak vezették, hogy hol kell menjél, ha nem követted a nyilakat, akkor eltévedtél, és viszont a nyilak úgy vezettek, hogy mindent lássál. Mindent, amit el tudsz képzelni. Mikor kijöttél, akkor az volt az érzésed, hogy IKEA-s lettél. Tehát, hogy ez a koncepció neked nagyon tetszik. Na most, mivel ugye én asztalos vagyok, én észrevettem, hogy itthon, legalábbis Erdélyben, mind a mellett, hogy vannak nagyon jó hagyományaink, minden szinten bútor, építkezés, minden, mégis ilyen IKEA-sak lettünk, mert nem volt más opció. És akkor fogalmazódott meg bennem, és mind próbáltam ezt másoknak is elmondani, hogy alkossuk meg a saját IKEA-nkat, tehát a saját dizájnunkat, a magyar dizájnt. Mert kérdezték, hogy de hogy? Hát úgy. Tehát, hogy van egy deszka, és akkor abba vigyünk be valamit, ami magyar. Ennyi. Nem kell állandóan kicifrázni mindent. Tehát csak úgy, ahogy bemész az IKEA-ba, egyértelműen érzed, hogy minden skandináv, abszolút minden.
Nekik folyton kell az önigazolás, ezért mantrázzák, hogy kik ők. Mi, akik ide születtünk, ezzel élünk. Hogy pupa hátunkon vagy immunerősítő vírus a helyzet, ki tudja. Az értelmiségi, hiába várunk tőlünk annyira sokat, mindig ide vagy oda lavírozik, még a magyar is. Néha ír egy kétértelmű verset, aztán elvárja, hogy nemzetmentőként nézzünk rá, holott gyakorlatilag minden kitartás a mindennapos melósokra marad. Az a baj, hogy a magyar politika is fordítva gondolkodik. Azt hiszi, ha felújítat egy templomtornyot, attól több híve lesz, holott az élet lehetőségeket kellett volna javítani, hogy majd legyen, aki templomot javít. És lenne még egy remény, ha ez csak valami félreértés miatt lenne, de sajnos úgy látom, hogy ez tudatos politika. Persze, hogy irritálja a románokat a magyar pénzű templom felújítás, meg sportegyesületek támogatása, mert azoknak van országvilágra szóló súlyuk. Ez a labda dobogatás tudatosan zajlik, mindkét fél szinte kéjelegve generálja ezeket, van ok a világcirkuszra. És mindeközben egyre több fiatal vándorol külföldre. És erre a jelenségre úgy tekint a jelenlegi politikai fősodor, mintha ezzel csak kiveszne a nemzet férgese. De sajnos csak a jók mennek el. Ha ugyanazt a pénzt, amit tornyokba raktak, helyi vállalkozóknak építettek volna üzletházakat, megnőtt volna a magyar kisvállalkozók száma. És nem lett volna sokat mi háborogjanak a románok sem. Megjegyzem, egyéni, szubjektív, saját vélemény egy olyantól, aki ebben a közegben nőtt fel és gondolkodik. Kós Károlyból indulnék ki, aki megértette, hogy nekünk erdélyi magyaroknak nincs más utunk, mint békében élni a románsággal. Ezek a nagypofájú dolgok lezajlanak, addig tartanak, amíg a sörpénz, aztán marad a hétköznapi meló, ahova kell az igazi kitartás. Ha van, amitől a románnak rettegnie kell, az a magyar szorgalom, munkabírás és leleményesség. Én ebbe fektetnék, mi magyar politikus, nem templomokba. Bocsa, csak kotyogás a gondolatom.